Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Üdvözlöm Önöket, Tamás Anita vagyok. Hajné és Marian a bántalmazások két legsúlyosabb formáját élték át. Mariant rendszeresen verték otthon. 11 éves kislány volt, amikor egy nap édesapja újabb kegyetlenségével kellett szembenéznie. Hajné pedig nem is sejtette, hogy újdonsült párja mire lesz képes, ha egyszer elveszti a fejét. Egy kis csetepaté minden házban előfordul, gondolják sokan. A szomszédok látnak és hallanak dolgokat, de mivel az nem az ő életük, sokszor nem vesznek róla tudomást. Pedig egy ház sok szörnyű titkot rejtegethet. 1997. Csak ekkor, ebben az évben nyilvánították bűncselekménnyé a házasságon belüli erőszakot. De addig rengeteg bántalmazott nőnek kellett átélnie a rendszeres verést, félelmet és a teljes kiszolgáltatottságot. Ez a történet két nőről szól, akik a bántalmazások legkegyetlenebb formáját élték át. Ledobtam a tollat délután 2-kor a munkahelyemen, és azt mondom, hogy készen ezt befejeztem. Nem csinálok tovább, elegem van. És hazamentem meghalni. Nem akartam tovább élni. Egyszerűen úgy voltam vele, hogy nem tudok ebből fölállni. És annyira szent döntésem volt ez, hogy azt mondtam, hogy akkor se fogok úgy menni, hogy ne tudják, hogy mi történt. És fölcsaptam a laptopot, és elkezdtem írni. Takács Hajnal saját életéről és még 11 bántalmazott nő történetéről írt könyvet. Ő csak egy, az a közel 2 millió nő közül, aki valamilyen erőszak áldozatává vált. Az egész akkor kezdődött, mikor az interneten megismerte a volt párját. Egy teljesen átlagos, kedves és udvarias férfit. Nagyon meggyőző volt. Tehát nagyon ráérzett azokra a pontokra, amik nekem fontosak, nagyon tudott imponálni, nagyon tudott udvarolni. Ugye később, amikor már a verés megtörtént, meg ahogy elkezdtem a könyv kapcsán nyomozni, ezután akkor jöttem rá, hogy ők pont ilyenek. Tehát ez a lényegük. Ez az első, ami alapján gyanút lehetne fogni, hogy nagyon manipulálnak, de annyira finoman és annyira mesterien kiforrott manipulációval élnek, ami miatt bele lehet szaladni egy ilyen kapcsolatban nagyon könnyen. És benne is lehet ragadni. Első pont. A meggyőzés és a bizalomba férkőzés. Hajné szerint a bántalmazók általában mindig ugyanazokat a lépcsőfokokat teszik meg, míg el nem jutnak a fizikai és szexuális erőszakig. Az első csapdába Hajné is belesétált. A férfi meggyőzte, hogy költözzön hozzá, és hagyja ott saját lakását. Adjon fel mindent, és éljenek együtt. Ezután jött a második szakasz, azaz az önbizalom teljes leépítése, a lelki bántalmazás. Ilyen nagyon finom,
ilyen kis beszólások, hogy, hogy arra már gondoltál, hogy azért vált le rólad a gyerek ilyen hamar, mert nem voltál túl jó anyja. Meg ilyen, amin ugye az embernek elkezd kattogni az agya, a bogarat beleteszik a fülébe, és abban a pillanatban, hogy az ember elkapja ezt a, az önbecsülésének a megsértését, meg ahogy elbizonytalanítják, ugye egyszerre építi le az embernek az autonómiáját is, másrésztről sérül az egészséges értékítélete önmagával szemben, és ahogy, ahogy ezt a kiskaput ők kiválták, ott már mennek is be és pusztítanak mindent. Csak pár hónap telt el, de Hajné ekkor már teljesen ki volt szolgáltatva a férfinak. De ebből sem ő, sem pedig a környezeten nem sejtett semmit. A végén már olyan állapotba kerültem, hogy volt olyan, hogy ugye nekem hobbim a műkörömépítés, és az ecset kiesett a kezemből. Tehát olyan semmi, tehát hogy leülök, hogy most itt akkor én szórakoztatom magam akármi, és elkezdett remegni a kezem iszonyat mód, és nem tudtam, hogy miért. Egyszerűen már, tehát én nem éreztem úgy, hogy olyan nagyon nagy baj van, mint amekkora volt. De nagyon nagy baj volt. Még mielőtt kiderülne, mi volt a következő csapda, amibe Hajné belesétált, ismerjük meg történetünk másik főszereplőjét. Marian nem mint bántalmazott nő, hanem mint bántalmazott gyermek élt át a legszörnyűbb borzalmakat. Fizikai bántalmazás, lelki bántalmazás, és ugye utána jött a szexuális. Ez 11 éves koromban. Marian negyedik gyerekként született. A mai napig nem tudja az okát, de valamiért őt nem akarták, nem szerették, és ezért kivételes bánásmódban kellett, hogy részesüljön. Egy olyan 2-3 éve tudtam meg azt, hogy, hogy az anyám úgy ment be velem szülni, hogy ugye nem terhes, hanem rossz indulatú daganata van. És hát mondjuk ezzel így szembesülni, nem a legjobb dolog. Már 4 éves korában brutálisan megverték. Nem emlékszik rá, csak később az orvosi papírokból tudta meg, mit tettek vele a szülei. A homlokom, a szám, szemöldököm fel volt hasadva, fogam ki volt törve, a nyakamon folytogatás, gerincem szétverve, szóval akkor valószínűleg, hogy nem egy-két pofon csattant el. Ezután, a verés után elvették őt a szüleitől. Először intézetbe, majd nevelőszülőkhöz került 7 éves koráig. Marian egy ideig biztonságban érezhette magát. Végre szerették. De 3 évvel később jött egy határozat, miszerint vissza kell költöznie a szüleihez, azzal az indokkal, hogy már megváltoztak. Ez valóban így volt. Azután nem csak a szülei, de Marian élete is teljesen megváltozott. Persze rosszabb lett. Szóval én emlékszem, hogy pár napja voltam ott, és hogy nem tudtam megmondani a pontos címet, hogy hol lakom, és kikaptam ezért. Meg hogy elvették az összes játékomat, és odaadták a tesóimnak. Túl kövérnek tartottak, és fogyókúráztattak. Az évek teltek, és Marian hamarosan elérte a 11. életévét. Azt az évet, amikor a fizikai és a lelki erőszak után egy másfajta bántalmazást is át kellett élnie. A történtekről és apjáról a mai napig nehezen tud beszélni. Ő vele akkor úgymond találkoztam, amikor mit tudom én, megvert. Szóval akkor volt vele kapcsolatom. És ő általában egész nap bent feküdt az ágyába, és ott foglalatoskodott. Marian apját a környezete egy kedves, a szakmájában elismert és tekintélyelvű embernek ismerte.
Senki se hitte volna el, hogy mire lesz képes a 11 éves lányával. Pedig sajnos a történelemben számos példa létezik, csak hogy ezeknek csupán a töredéke kerül napvilágra. Dr. Spronz Júlia jogászként is csak néhány esettel találkozott. Úgy látja, hogy az ezzel kapcsolatos törvények szigorodásához vagy megalkotásához mindig egy-egy tragédiának kellett történnie. Amikor a 12 éves Balogh Tomi nevű kisfiút az apukája megölte, akik évek óta voltak hát szörnyű családon belül terror áldozatai, és nem segítettek nekik a hatóságok. Hosszú évek óta fenyegette a családot ez a férfi, hogy meg fogja ölni őket, ki fogja írtani őket, míg aztán ez megtörtént. És akkor az elindított egy ilyen nagy felzúdulást 2002. szeptemberétől. 50 ezer aláírás gyűjtöttek össze. Most térjünk vissza Hajni történetéhez, akivel tovább folytatódtak a borzalmak. Egy nap ugyanis megismerte akkori párja sötét múltját, amit a férfi saját maga mesélt el neki. Összeköltöztünk, és gyakorlatilag két héten belül minden előzmény nélkül, in medias res mondhatni, közölte, hogy a első feleségemnek a kislánya egyszer bemászott közénk az ágyba reggel, és nekem felállt. Hajni egyszerűen sokkot kapott. Nem tudta feldolgozni azt a tényt, hogy egy olyan férfivel él együtt, akiről kiderült, hogy a nevelt lányát molesztálta. Nem tudta elfogadni ezt a megbocsájthatatlan dolgot, de ekkor már nem is tudott volna hova menni. Így maradt a férfinál. A bántalmazások pedig csak fokozódtak. Soha nem mondta ki a szájában, hogy igen, megerőszakoltam a kislányt. De minden mondatával, minden mozdulatával utalt rá, hogy igen, megtette. Annyit tudok, hogy fogdosni fogdosta. A bizalomba férkőzés és az önbizalom teljes leépítése után következett a harmadik és a negyedik szakasz. Megfélemlítés és végül a fizikai bántalmazás. A veszekedések során a férfi először csak Hajni mellé a falba ütött. De aztán egy alkalommal már Hajni volt a célpont. Ez egy gyönyörű szerda reggel volt. Senki nem volt ittas, semmi olyan dolog nem történt, ami előtte indikálhatta volna. Egyszerűen akartam menni dolgozni, ő mindenáron reggelit akart csinálni. Ez megint egy nagyon érdekes pont, hogy ugye ilyenkor az ember azt hisz, milyen rendes a párod, hogy reggelit csinál neked. De ha a párod azért csinálja a reggelit, hogy kényszerítsen arra, hogy te megedd, mert egyébként utána balhé lesz, akkor az már nem olyan kedves dolog. Veszekedés lett belőle. A férfi erőszakoskodott, és egyre azt akarta, hogy Hajni reggelizzen meg. Mikor számon kérte, hogy miért nem fogadja el tőle, Hajni azt válaszolta, mert pedofil vagy. Ettől a férfi teljesen elvesztette a fejét. Rángatott a földről, a karomnál fogva, nekivert az ajtófélfának, akkor fölszakadt a körömlemezem, akkor ömlött a kezemből a vér, kértem, hogy hagyja abban, ne csinálja. De ő csak mondta, és akkor megfogta itt a nyakamat, és úgy, hogy szorította itt ezt a nagy nyaki ideget, végig tolt a lakáson, és utána áttolt a kanapéra, rám tenyerelt az egyik kezével a mellemre, és a másikkal megütött. A férfi rázárta az ajtót, és ott hagyta az agyonvert áldozatát. Hajni maga tehetetlenül feküdt a földön. Később ezek után még volt ereje bemenni dolgozni. Csak egy barátjának és egy kollégájának mesélte el, mi történt vele. Szorításoknak és a veréseknek a nyomai nem egyből dilulnak be, hanem később, és jó pár nappal a bántalmazás után mondta a kollégám, hogy úristen, Hajni, hogy néz ki a karod? És akkor néztem, hogy itt végig az egész kezének a lenyomata itt volt belilulva rajtam. Ugye a nyakam az vörös volt, az oldalam vörös volt. Hajnit egyetlen egyszer verte meg volt párja, de akkor brutális kegyetlenséggel.
Mariant gyerekként viszont rendszeresen verték otthon, és állandó félelemben élt. De ez még nem volt elég. 11 éves volt, amikor az apja egyik nap behívta a szobájába, és megerőszakolta. Egyszerűen megfogtam mellemet, szóval már elég korán érő típus voltam. És akkor ezzel kezdődött az egész. Marian utána még nagyobb gyűlöletet érzett, de nem az apja, hanem saját maga iránt. Kívülállóként az emberek nehezen értik meg a bántalmazottak lelki állapotát. Nem tudják, min mentek keresztül, és milyen érzés úgy felnőni, hogy mindenért őket hibáztatják. Kevesen értik csak meg, hogy az áldozatok önmaguk hibáztatása sajnos egy természetes reakció. Magamat hibáztattam, én folyamatosan magamat hibáztattam mindenért, és akkor is, hogy már megint mit csináltam, hogy ugye ilyen szinten is meggyalázzák a testemet. A másik kérdés, ami ilyenkor felmerül az emberekben, hogy miért nem szólt az áldozat valakinek? Miért nem kürtölte világgá, hogy mi történt vele? És miért nem látta ezt a környezete? A válaszok pedig nagyon egyszerűek. Mert rettegnek az újabb bántalmazástól. Mert egyedül vannak a problémájukkal. Mert szégyellik. Vagy mert úgy érzik, senki se hinné el nekik. Az iskolában abszolút nem foglalkoztak. Az, hogy meghurcoltak az igazgató irodába, és nézték a verési nyomokat, és sehol senki nem tett, hogy a szomszédok semmit nem tettek. Az, hogy az anyám is ugye folyamatosan pépévert, ugye a testvéreim is, most ezek után kinek szóljak? Ha a statisztikák szerint több százezer olyan nő él ma Magyarországon, aki fizikai vagy szexuális erőszak áldozata volt, akkor vajon miért nem hallunk ezekről? Dr. Spronz Júlia szerint azért, mert nagyon kevés feljelentés születik. Egyrészt az áldozatok félelmei miatt, másrészt pedig azért, mert a családon belüli erőszak még mindig nagyon kevés figyelmet kap a büntető törvénykönyvben. Ezek az ügyek nem kerülnek oda a bírósághoz egyáltalán, mert hogy ezek az esetek elvesznek. Ilyen ügyek nincsenek a bíróság előtt, ahol mondjuk egy magasabb presztízsű embernek a családon belüli erőszakos ügye megjelenik, illetve az az egy-kettő, amit ismerünk, hát ott van például az a nőgyógyász, akiről kiderült, hogy az összes lánygyerekét megerőszakolta, vagy valamilyen módon szexuálisan visszaélt velük, és azt hiszem egy pár évnyi börtönbüntetést kapott, ami már réges-régen letelt, és azóta vígan praktizál újra. Hajné, amint tehette, elment egy MR-vizsgálatra megnézetni a melleit, mert a verés után folyamatosan fájt neki. A volt párja ugyanis egyik kezével teljes erőből a mellére támaszkodott, és azt szorította, míg a másik kezével az arcát verte. Szilikon volt a mellében, és tudta, hogy valami történt a verés következtében. Félmeztelenül le kell vetkőzni. Nem tudtam a karomat megemelni, és úgy kellett hason feküdnöm, hogy a kínok kínját éltem át, és ugye emergében mozdulatlannak kell lenni. És amikor, én nem tudom, miért gondoltam azt, hogy hanyat kell feküdnöm, de amikor mondta, hogy és akkor feküdjek hasra, és akkor, de ő ugye végignézett rajtam, látta, hogy néz ki a testem, és amikor mondta, hogy hasra kéne feküdni, akkor nagyon elsírtam magam, adott egy zsebkendőt, és megkérdezte, hogy sikerült-e már elköltözni. Később ezt a nőt beidézték a nyomozás során tanúnak, nem emlékszik semmire. Mert az emberek nem mennek el tanúskodni ennek, mert azzal csak a baj van. Hajné és Marian is később felvették a kapcsolatot a NANÉ-val, azaz a Nők a Nőkért együtt az Erőszak ellen Egyesülettel. Hajné a segélyvonalukon keresztül kapott segítséget, Marian pedig még a mai napig számíthat rájuk, ha éppen padlón van. Az Egyesület a segélyvonalon kívül előadásokat tart iskolákban és különböző intézményekben,
hogy segítsenek a megelőzésben. Lóránt Zsófi, az Egyesület munkatársa szerint saját kiadványaik is sokat segíthetnek a bántalmazott nőkön. Egész este van folyamatosan hívás. Pontosan ugye nem tudjuk, hogy hány hívás lenne, mert amikor vonalban vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy közben csörög, de nagyon-nagyon nehéz elérni. Ami egy szempontból jó hír, és ez az, hogy most már tudják az emberek, hogy Annalét kell hívni. Marian jelenleg fiával, Áronnal próbál új életet kezdeni, de nem volt könnyű idáig eljutnia. Az első szexuális erőszak után még számos megpróbáltatás várt rá. Nem egyszer az élete is veszélyben forgott. Édesanyja és testvérei hozzáállása a történtekhez pedig megdöbbentő volt. Hajni jelenleg saját könyvével próbál segíteni más bántalmazott nőknek. De amíg idáig eljutott, az ő sorsa is váratlan fordulatokat vett. Az MR-vizsgálat eredményei ugyanis hideg zuhanyként érték. A volt párjától pedig még mindig nem volt lehetősége elmenekülnie. Vajon hogyan folytatódtak még ezek után a kegyetlen bántalmazások? Mi derült ki Hajni eredményeiből? És vajon hogyan sikerült végül a két nőnek elszabadulnia? Nem sokára ezekre is választ kaphatunk. Hajni és Marian történetének ugyanis még közel sincs vége. Mariant 11 éves kora óta verte és erőszakolta az apja. Már az öngyilkosság járt a fejében. Hajni leleteiből pedig kiderült, hogy volt párja annyira megverte, hogy következményeivel egy egész életen át együtt kell majd élnie. Vajon képes lesz-e Hajni és Marian új életet kezdeni? És mi lesz a sorsuk a bántalmazóknak? A jövő héten ezt is megtudhatják. Addig is kövessenek minket a Facebookon, korábbi adásainkat pedig megtekinthetik a hiremberek.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt. A társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.